Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe: 30 évig ácsolod a pénzügyi tetőt, közben imádkozol, hogy soha ne essen. Én írtam az Ingatlanos Álmok című könyveket, enyém az Ingatlanos Álmok Klub, illetve november 14-én tartok egésznapos előadást online, méghozzá hogyan induljak el az első ingatlan befektetésemmel címmel, úgyhogy gyere, várlak, itt alul csak egy kattintás, és már ingatlan befektetővé fogsz válni, ez az első lépés. Te megteszed az első lépést, én pedig megmutatom neked az első lépést, hogy hogyan fektessél be ingatlanba. Na, ez a lényege, én ezt azért gondoltam, mert ugye sokan azt mondják, hogy igen, spórolj, legyél jó alkalmazott, tegyél félre, adakozzál, spórolj pénzt, tedd félre, és tulajdonképpen egy 20-30 év múlva a kamatos kamat csodáját figyelembe véve te egy gazdag ember leszel. Még azt sem mondom, hogy ez alaptalan, csak a legrosszabb az, hogy arra az időre, mire te tulajdonképpen pénzügyileg elmondhatod azt, hogy egy kicsit gazdagabb vagyok, addigra már pont nem érsz vele semmit, tele vagy már betegségekkel, és pont ezt a sok-sok pénzt elköthet egy gyógyszerre. Úgyhogy amit én itt ígérek a könyveimben is, hogy 3-5 év alatt igenis tudsz ingatlant venni, és utána majd egyre többet, ezt az időt én azt mondom neked, rövidítsed le, gyorsítsad fel, mindegy, hogy te neked melyik szimpatikus, igazából felgyorsítani tudod. Tehát nem kell semmire sem várni 20 évet, hanem igenis ez sokkal gyorsabban el tud jönni. Ugye az Ingatlan Klubban én szoktam olyan vendégeket is meghívni, akiknek ez 2-3 év alatt több 100 milliós céget építettek fel, méghozzá a nulláról, és a kezdeti tudása is nulla közeli volt. Nyilván rengeteg tanulás, rengeteg munka, jó? Tehát ez nem arról van szó, hogy ültem, csináltam egy webáruházat, és akkor az 10 milliót hozott egy hónap alatt, nem ez van. Rengeteg munka, az első 2-3 év az igenis oda kell tenni magad, viszont nem 30 évig csinálsz valamit félgőzzel, amiből aztán lesz egy pici kis jutalom, de igazából úgy gondolom, hogy pont a legszebb időszakot hagyod ki, tehát amikor fiatal vagy, 20-30-40 éves, 50 éves, tehát amikor még van benne az emberbe tűz, világot akar látni, jönni, menni, megtapasztalni dolgokat, ezeket én azt mondom, ne hagyd ki, jó? Tehát ezt egy picit rövidítsük le, gyorsítsuk fel ezt az egész dolgot, ez legyen a könyvém szerint is 3-5 év, én megcsináltam többször is ezt a 3 évet, sőt azon belül is, úgyhogy ezt a tudást nyilván a előadásomban is át tudom neked adni, meg át is fogom, de ami a lényeg, hogy ne akarj várni, jó? Mert belegondolsz, hogy 30 évig ácsolod ezt a pénzügyi tetőt, és azon imádkozol, hogy ne essen. Ne legyen semmi probléma, ne legyen semmi baj. Szerinted ez mennyire reális? Hát, megválaszolom én ezt a kérdést most neked, nem reális egyáltalán, tehát a túl hosszú idő miatt, rövidebb időben is vannak az zivatarok, nehogy félreérts, amikor azért elázik az a tető, ugye nincs ott még, de minél hosszabb ideig csinálod, annál valószínűbb, hogy bekövetkeznek különböző problémák, bajok, nehézségek, amely aztán vagy a befektetésed áldozott fel, vagy a megspórolt pénzed áldozott fel, tehát valamit sajnos oda teszel, feláldozol, és így tulajdonképpen kezdheted előről az egészet, úgyhogy ez az egész régi-régi hipotézisek, én még ezeket tanultam egyébként könyvben, mondjuk akár a 90-es években is, hogy én azt mondom neked, hogy ez megdőlni látszik, sőt, hát az én példám is azt mutatja, hogy én sem vártam 20 évet, a 90-es években sem, nyilván mindenféle kapcsolat nélkül, tehát nem volt ebbe semmi politika, hogy így mondjam, egyszerűen csak csinálja az ember a dolgát, teljes tűzzel, lelkesedéssel, és bizony oda fog érni. Úgyhogy ezzel ne akarjál várni, igenis gyorsíts fel, ennek nyilván ára van, és tudod, hogy mi az ára? Időt adsz, rengeteg időt fog elmenni, lehet, hogy nem 40 órát dolgozol esetleg havonta, hanem lehet, hogy többet kell oda tenni egy bizonyos ideig, de utána ugye késletet egy jutalom, utána viszont ez meg fog térülni neked, és folyamatos túl, mert eljutsz egy bizonyos korba, és hidd el, hogy itt már nem kell görcsönöm, hogy hova menjek, meg reggel 6-ra nekem be kell menni a munkahelyemre, mert nem kell. Jó? Ez azért nagy dolgok, ezek azért nagy dolgok, higgyétek el nekem. Úgyhogy kattints, gyere el az előadásomra, legyél te is sikeres ingatlan befektető, tedd meg az első lépést, és megmutatom a következő lépéseket. Úgyhogy gyere, szia!